Hackerek. Lemaradtam. Sziasztok, hackerek! Hát régen streameltünk élőben, pedig régen milyen jó tudunk beköszönni. Ugye éjszakai pizsama party stream van, de elég késő van, de most arra sikerült, mert de itt a Red Flower Hell az robog, és akartunk már egy Red Flower Hell-es streamet csinálni. Ugye ott tartunk, nem tudom mennyire figyeljétek az eseményeket, hogy ugye átköltöztünk a GitHubra, de itt a projektnek alapja. És ott tartunk, hogy a Red Flower Hell 2-ben ugye a világbajnokság állása, meg a mi ugye egyetemi bajnokságunk, az pont egybeesik, nyilván csak mi tudunk róla. De itt ajánlom nektek, hogy 53 virág, az valami hihetetlen eredményt értek el a hallgatók, tehát mindenkinek érdemes megnézni. Nem tudom, hogy belepillantsunk egy pillanatra, hogy hogy néz ki ez a program, de csak arra gondoljatok bele, hogy itt Nándi már beszélgettünk róla, hogy ugye a humán intelligencia ágenset, amikor mi magunk kézivezérlésen vagyunk, persze mi nem bírjuk olyan gyorsan menni, a kontrollt is hiába nyomom, ugye nem bírjuk olyan gyorsan menni, de ott hát én ugye azt hittem, hogy 18-a jó vagyok. És a hallgatóknak ugye 46 virág, de még a tieteket is simán legalább 46 az óriási, és ugye a gépi ágensek meg 53, ugye most a legjobb eredmény. És ezek pillantsunk már bele, mert szerintem ezek nagyon optimálisan, nagyon ki vannak helyezve ezek a programok. Meg belenézzünk? Jó, és figyelmezzátok ezt a programot, hogy szerintem a hallgatók ezt nagyon kimunkálták. De hát ez Linux alatt van. Hát az igazi profi Linux-szal dolgoznak. Én is mondtam, Mi hogy is mindig Linux alatt. Linux-szal dolgozunk, ez igaz, de most ugye egy próbát teszünk már Windows alatt, és hogy itt streamelünk együtt. Na figyeljetek ezt, hogy kever, hogy teker ez a program. Ugye kedvetlen sebesség, Nándi, ugye már te foglalkoztál a sebességgel, tehát a programot most be akarom mutatni majd, azt ott a számokat, a Magic Number-eket Nándi rakta bele, hogy hol mennyi szlép De legyen. a sebességet És még figyelj, itt a értem. hallgatók egy párkányjal mennek, nézzek, azért világít itt ugye a láva világítja be ott a köveket, vagyis a dörtöt, tehát azért van kitűnő a furább színe. Szinte egy-két párkányjal vannak a láva előtt, De nagyon tök furcsa, optimális. mert ilyen... Ezek mi a sleep, ilyen 0-0 akármennyi. Azt nem tudjuk, a forráskód én sem láttam De ilyenek. biztos, mert ilyen gyors még az Hát én is egyetlen. tudom, kíváncsi már a forráskódjukat, de ugye a verseny előtt nyilván érthető okokból nem akarják közzé tenni még. Jó. Hát a kőkemény verseny van. De ezt már szerintem megnyertük. Hát ki tudja, azért még velünk is számolni kell. Most mi is bekapcsolódunk, ugye a pizsoma partit nyomjuk, ki tudja, hogy mennyit fogunk elérni. Józgét a streamet nyomunk, beköszönhet, pizsoma programozás. De közben Ándival még itt nézzük a videót, mi is gyorsan fölrántottuk, és ezért jár nekünk egy finálé, de ezt nagyon titokban, várjuk el. Nem is mondom, hogy ez szabályunk, hogy mindig szoktunk nasizni, hogy a programozás össze kell kötni valami kellemes dologgal. Ami magában is kellemes, de na szóval ez a program, ez kegyetlen hatékony tényleg a srácoknak. Jó, és akkor itt bírjátok követni az eseményeket, itt mindig frissítjük, hogy éppen. Ugye eddig a Red Flower Hell 1-es ment le, ugye ott lehetett csalni, tehát sokan teleportáltak, de ugye ott volt a Deus Hackers-ös csoportba, ugye bedobták az ötletet, hogy vízzel mossuk le a virágot, és voltak itt ki is próbálta, ugye itt írom is, hogy using it, itt látok is erre példát, hogy a vízzel. Szóval itt is voltak érdekes dolgok a Red Flower Hell 1-ben. Ugye a Red Flower Hell 2 már lezajlott, ugye ez is, tehát itt is ez Akkor már a... bemutatnánk a miénket. Na mindjárt, még mindjárt, de ez itt a tabella, ugye, és itt én már, itt a forráskód is közé tettem egynek. És ugye volt egy ilyen feladat, hogy az 19 virágot bányászott ki, és az a feladat, hogy ugye kicsit módosítsunk rajta. És akkor én be is hoztam a forrást. Ugye azt tudni kell, hogy a program a folytonos mozgásból indult ki, ahol ugye mindig úgy van, hogy folytonosakat forgunk, a diszkrétnél meg ugye mindig 90 fokot fordul, tehát egészen más program kéne, ugye kicsit elkezdtem átszervezni, például ugye én néztem átlós nódokat, és most meg csak azt nézem, hogy 90-et fordulunk, és szóval például ugye a 9 szomszéd, vagy a 8 szomszéd, ugye a grid layoutnál, vagy nem layout, azt hiszem, ugye a grid, amit látok, ugye ott a négy sarkát például most nem is Jó, használom, de azt ki akkor is mutassuk dobtam. is meg, Aha. hogy mi. Már világos, világos. De még a forráskóban nem mondok egy pár szót, Nem, hogy, mert hát ugye itt az a közé feladat, van hogy ez kicsit téve apa, optimális. úgyhogy. Na jó, de ez még nincsen, mert ugye Ez már az ez már 20-a, irányítólagom is tehát amit közé módosított. tettem, az a 19-es. Ez volt a hallgatóknak, hogy a verseny a múlt héten lezajlott, tehát ezt is mindjárt kirakom a Azért ezt én is GitHubra majd. módosítottam. Ebbe te is, hát te is ebbe szálltál be. Tehát itt kezdünk el mi is versenyezni, akkor futtassuk egyszer. Igen, de nézd, mutatok valamit. Mondjam, itt Menj visszalépünk a ide. fullképernyőre, mondjam. Ugye itt futtattuk, az előbb Most lehet látni, hogy... felváltottad az oldalára. De itt vagy, már próbafutatást csináltunk, 20-at lenyomja.
Na, húzd ki azt az oldalára teljesen, Melyiken? arra. De ott ki fogja takarni a kamera. Nem, De a az streamen nem nem. fog látszódni, mert tudod, most a Linux-ot lent Akkor vannak a pont fordítva, kamerák. húzd ki a Na de izét. a logolást is látni akarom. Így pont jó, ezt majd látják jobb oldalon. Szerintem, hogy jó lesz. Mehet akkor? Ugye akkor ez, de nem ezt akarom, mert a stream ugye arról szól, hogy a nehézségeket, hogy szerintem mi okozza a gondot. De akkor nézzünk egy ilyen 20-ast. Ahogy mondom, ugye ez a 20 is egy ilyen heurisztikus kis próbálkozás. Vajon most miért nem indult el? Na. Szerintem Nem, hát itt látom, hogy tudom mondani. lehet. Nem tudom, mi történt. Pedig nyomtam a gombokat, látom, nyomtam, valami szíven, és pár évben este rögtön, mi történt. Na, de akkor nem hiszel Minecraft-ot? Nézzük, na figyeljük. Ugye láthatjátok, hogy hát mi is ugye feladtuk, az, mert ugye mint Steve mindig úgy csináltuk, hogy ugye a pitch-et mindig beállítottuk, hogy hogy nézzen, de most megint a pitch is csak 45 fokon kémi, aztán vagy az is elég darabosan, mert nem olyan, mert a folytonos, mert nekünk a program ugye azért nem volt szerencsés, mert ugye most nagyon teker, figyelj, mert már hatnál tart. Ez biztos be fog buggolni akkor már most. Tanultam egy szót, Nándító, bebuggol. Ugye, eddig tudtam, hogy a programon szóltam bagosan, hogy bebuggol, ez most nagyon, nagyon rászoktam én is. Ez egész jó alakul szerintem, Eddig 7-8. Ez a 20 simán meg lesz szerintem, ha nem fagy le. hát igen, de most nem szeretek. Ott hagyott egyet? Na, sújt jó program. De ki itt mi is hatékonyság felé Megint ott léptünk, hagyta. megint ott hagyott egyet. De, Hát akkor ez még, már most de megint addig bagos. szintet nem fog menni, tehát nézd meg, hogy a 10-es szint 11-esen köröz. Most megint bagos, úgyhogy most De még nem, legalább, szerintem aha, ez meg fenek lett, azt még egyszer mondod. meg kell próbálni. Hát ilyen a véletlen. Szerintem ez most megáll. Ha lehet látni, Igen. nem kapja el tényleg. Igen. Röhem még egyszer akkor? Igen. Látszik, hogy élő adás. Ugye ezt is nagyon tanultam, hogy ilyenkor humán kontrollt visszaveszem. Ctrl-C-vel le kell ülni a programot, ugye? Mert én itt rontottam, hogy Ctrl-C-vel nem lőttem le, és tudod, az ágens is rángatta, meg én is, és idegbajt kaptam, tudod, hogy mi történik. De lelőttem, és így szépen belegyalogolok a lávába. Kellemesen meghalok, ugye? Úszni próbálok a lávába. És akkor indíts újra, és neki próbálkozom. Oké, na hát meg volt a célunk. Szerintem próbálj ki a varázspálcával, ha azt mondjuk, hogy csiribel, csiribú. Megvan. Az a rát, mert az intuszer működjön. Ez az. Na, ja, közben ne a logot jobban szeretem nézni, mert ez nagyon vibrál az a Már képernyőnek. kell is jobb alap. Aha. Meg mondom, ha milyenket kellemes Mert volt, fenek lett. mély fenek lett volna. Nem, szerintem most Mert még nem, hát. fenek lett. 6-os szinten a 3-ot kiszen, hát igen, ki tényleg egyen lemaradt. Látod, nem Na, tudok így. Próbálj meg még látom. egyszer. Na jó, de ez már most addig próbálkozunk, amíg nem lesz jó. Igen. Ez Fogadom. már milyen program, érted? Ez ha holdjáró lenne, akkor most ott nincs lehetőség. Itt is lehet látni, hogy egy Magic Numberos programot csinálunk, amit úgy belövünk, de ez most még egyszer sem működött eddig. Mehet akkor? De egyszer már működött, egyszer már működött. Ja, hát ugye a streamertől kipratok, akkor 20-at elkapott, de azóta meg kétszer bevaggolt. Nem szereti az extrémei. Ja, hát lehet, hogy az így befolyásolja. Sokan mondják, hogy a streamer is az rossz hatással van a teljesítményre, és emiatt. Nem tudom. Na, nincs kizáról, nincs kizáról. Nem, nem tudom. De milyen biztatóan indult? Lán, hogy tekert az első kutatás? Azt hittük, hogy lesz 22. De az is megy. Most is nagyon teker, de... Oh, nem buggolt ki. Na jó, hát majd baggol, még van bőven még, vagy Nem baj, ez már most is. tizenvalahány virág, amikor még Lába baggolt. belasolhatsz. Honnan tudod meg? Honnan tudom? Még van nézni se bírom. Figyelj meg, hogy Aha, valami. megint nem kapta el. Mondok, hogy csak forráskodnál valamit. Hát most élesbe itt Életben. nyomassuk? Azt mondod, jó. Nekem van ötletem. Mi? Nincs ide lassítjuk. Na jó, hát de akkor hol lesz a szélsőséges haladásunk? 0011-ről felveszünk 00 üzére. 16-ről. Figyelj, de előtte megvilágítanám a program lényegét, mert azt szerintem sokan nem tudják esetleg, és csináltam egy olyan verziót, ahol bedobtam egy pár sleepet. És persze most lehet pont az okozza a gondot, mert közben itt módosítottam, és lehet, hogy pont azt módosítottam, nem, mert itt beraktam kommentbe, de ott van egy pár, amikor a lényeg, hogy van egy slow verzió, amikor le van lassítva egy SS, aláhúzás SS, és akkor most fűz az itt, már jól lehet látni, hogy
Ebben még te sem gondoltál így bele, úgyhogy most ezt akartam elmondani. Tehát jó, a stream erről szól, ez adja a címét. Na, már ilyenkor most megállítom, amikor lát, most figyelj meg, a fókusz lehet lenni, most csak a virágra. Most előre ugrott, most vissza fog ugrani egyet, de csak a virágra fókuszál, látod? És ha most attakkol kiüti, akkor csak a virágot fogja kiütni. Ugye? Csak a virágot ütötte ki. Igen. Most még nem vette föl, de fölvette, mert ugye már a... Már ott van egy dolog. Hol van a keres? Ott van, igen, egy. Megvan a második is. Az közel volt a második egyemeletek. Na figyelj, most ugye a fókusz nem a virágon van, látod, hanem a földön. De most megint a program, látod, itt is bénázik, bakosnak a program, mert előrelép, visszalép, most fölöslegesen csinálja ezt a népi táncot. De ki fogja ütni a lyukat, mert most nem a virágon van a fókusz, látod? De elvetett. De fölvette. Nem. Ez már a harmadiknak kellett volna lennie. De fölvette. De csak a második körül vette föl, tehát még ezen is finomítani kéne. De nézd megint. Nem a virágon van a fókusz. Ez most megint a program bénázik, előrelép, visszalép, ezt is lehet egyszerűsíteni a forráskódban. De nézze, megint ki fogja jutni a földet, mert nem a virágra fókuszál. Látod? Tehát ez okozza a problémát, hogy... De ez ezzel... Már megint körbe kell menni egyszer. Hát igen, van. Hát meg, tehát akkor két bagot látunk eddig, nem szedi föl. Na itt mondjuk most hogy taktikázik? Mert most a fordulást kikommenteztem, vagy nem belőle? Szerintem igen. Most direkt beraktam egy 3 szekundumos várakozást, mert azt akarom tudni nézni, hogy lássuk, hogy a fog. Nem, szerintem még nem tettem. De. Nem már. Figyelj, hogy már álltál, így rám nem tettem. Az úgy már gyanúsan tőle sokat vár itt. Szerintem ez valami. Na, ez volt a baj, hogy tudod, a stream előtt elkezdtem a forráskódot módosítani. Igen, ez mint a télen megállt volna itt. Ha próbáljuk meg még egy szint utoljára izét. Nincs ugye? A gyors forráskódot. Nem, ennek itt nyargalnia kéne. De ez most tényleg lelőben, mert ez itt meghalt. Ez itt nem megy tovább. Ez annyira beállt, hogy... Az a baj, hogy már nagyon sokat módosítottam rajta, most így még installálgatta itt oda. Mert ugye most röptében installáltunk erre a streamer accountra egy... De már meg volt a fókusz, azt az idegesítő. De most de ez a slow verzió, ez meg olyan stabilan kéne működni. Na tudod, a slow... Hogy... Még próbáljuk fel a nem slow verzió. Na jó, de itt most tőle miket kommenteztem ki most a... Ki most dobna? Nem a slow verzió. Ez az a gyorskodó. De jó, hogy szóltál, megint ott akartam módosítani, ha nem kéne. Ugye akkor a két forgást akkor visszavegyük? De a sleepet is elvisz, nem? A sleepet akarom, hogy legyen, mert... De az előbb most... Ja, de az előbb a logot nézzük majd itt. Miért nem moccan tovább? Lát egy... A legutolsót nézd meg, mert a legutolsó után nem... Előtte a 7-es van, és 5-ösről lát egy virágot. De semmit nem történt, látod. Nincs. Na, de még egyszer futassuk be a gyors verziót. Ja, igen, mert rámente... Igen, mondom, hogy az volt a baj, hogy kikommenteztem a forgás. Látod, egy olyan verziót futtattam. Na, ilyen ez. De most nem az es verzió. Na, hogy a slow-t módosítottam, de most a slow-t még próbáljuk meg ki. De nem áll, de nem akarom, hogy a slow-nak olyan stabilan végig kéne menetelni a tetejéig, a láváig, hogy hihetetlen. Hát a slow a pont az a poén, ott nem lehet fenn... Na, nézd meg, a fókusz pont a virágon, persze megint bénázni fogom, most előrelép, visszalép, ami tök felesleges. De nézd meg, ott van, hogy ugye a logot nézd meg, hogy ugye előttem, közvetlenül előttem van egy. Utána már mögöttem van egy, és utána az, hogy is standing, hogy rajta állok. Itt most megint azért kiüti a dördöt, ugye, mert nem a virágra fókuszál. Tehát látod, a virág nem foglalja az egész négyzetet. De ez most végig fog menni. Nem, nekem. Mert most én mondom, mi a varázsszó? Meghalt. Zentium, mentium. Meghalt. De miért halt? Mert megint ott jött a virágot. Igen. De ez az előbb is így működött. De most megint kiüti és be fog bagolni. Figyelni. Azt, de most miért bagolt be ennyire? Mert hosszú varázsolsz. De ne viccelem már, de ez most ez a durva bugnak a slow verzióban nem szabadna jönnie. Jaj, mert csak az egyik kanyarodást kéne ki kommentezni a... De melyiket a balt vagy a jobbat? Most megfogtam. Még ezen gondolkodok, lefutassuk, megpróbáljuk a gyorsat még egyszer, hogy hátra az óvasz. Igen. Innen soha nem tudok kitalálni. Na, siet, menj rá a zöldre, igen. De mutatok egy technikát. De már itt ki tudod mászni. De tudtam, hogy egy technikát. Na, mondjad. Na. Ja, hogy lerakok egy követ?
Na de ezt miért nem a szoftverből csinálta bebaggolt? Én de, ezt, hogyha egy lyukba esik, ez könnyű nézni. Ezt miért nem csináljuk szoftverből? Már mi módosítjuk. De holnap ezt nem... Van, majd. Aj, bocs, holnap ezt nem akarok kipróbálni szoftverbe betenni? De hát a droppal kell letenni simán egy kivet, screen? Nem? Nem, ezt nem. És fogom. Na akkor a gyorsat vagy a lassú? Gyorsat. Gyorsat? Na ez a gyors, én meg addig akkor elgondolkodok azzal, hogy... Ugye itt vagyunk a slow-ba. Oké, oké. És akkor ezeket belassítom. Így berakok mindenhol egy 3 másodperces lassítást. Figyelj már, az a győzelmi. A győzelmi. Masink, most szerinted van már a hung ünnepelni? Igen. Nekem nem úgy tűnik. De lehet, hogy tényleg, amikor a streamelés tényleg a teljesítménye ezzel kapcsolatban sokan mondják, ezt nem tudom, én nem akartam ennyire. A logolásra menne. Mi a logolás menne? Persze, igen, lássuk. De húzza a logolás teljesen oldalra? De nem, mert így látszik, itt most szépen látszik de a logolás. De én ezt nem szeretem látni. Mert? De hát túl stresszes. De nem áll, én meg ezt nézem, most hetet elkapott, a szinteket is kiálltam. De menne a logolásra, és csak azt nézzük. Ja, hogy a virágot nem szeretett látni? Igen. Ja, hogy nagyon villódzik. Igen, most stresszel. Na ne viccelj már, hát a, és ha így átteszük, így nem jobb? Nem, így még rosszabb. Így még rosszabb, pedig így szerintem így most úgy érzem, hogy bejönne. Számokban nem áll? Hát nem, mert ugye 50-nél szoktunk, tehát a 2-50-nél szokott a 10 jó lenni. Fú, most majdnem dupla mélyük volt megint, ha beleesik, benne ragadt van, láttad? Na mit gondolsz, győzelem lesz? Hmm. Mondja. De holnap, amit mondd, ezt mondom, azt programozd már be. Hogyha ha csapdába esik, akkor berak maga a lányba. Mert most az a baj, hogy csapdába esik és atakol ész nélkül, de sose bír kijönni, ez a probléma. De észrevesz, hogy csapdában ez egy jumpol is. Tehát azt csinálja, hogy jumpol, atakol, mert most csak atakolna, lemászna a világból. De szerintem, ha beraksz maga alá, az atakot megállítjuk és berakunk magunk alá, akkor jó lesz. De a szövezőr is jó, fölnéz és kiatakolja az előtte lévő üzét. De az nem atakolja ki, még nem is volt szándékom. Na, de mindez a mai streamen csak ennyit akartam mutatni, hogy lehet ez okozza a problémát, hogy sokszor nem a virágra, mihelyt, ha nem a virágra fókuszál, itt a keretben lehet látni, hanem a dörtre, akkor bányászok ki maga alatt a cuccost. Na, én szerintem ez simán jó lesz, hát na, számoljunk. Körülbelül még 60 másodperce van 4 virágra. Ez meg lesz a 20. Na, mivel? Egy fogadás? Oké. Mit tudom én? Fekül. Nem, húzószolás, hogy fekül támasz. Kofon, hát azért már nem bírom, nem állom a kofonokat. Nem, én már gyenge vagyok az ilyesmihez. Na, húzózkodás? Nem lesz. Szuti meg lesz, ne legyen ilyen pessimista. 18, ez simán meg lesz. Ha most megszerzi 50-es határ, meg lesz. Nem, nem szedte fel a 19-et. Megint ott hagyott egyet? Igen. Túl negatív voltál. A negatív erő, figyelj. Nem szedte fel, tényleg meg, most már nem szedi fel. Aha. Köszönöm, ha most eljött a 20-ig, akkor... Na jó, de már 22 lehet, ha nem bénázza el, most vagy 5 kört lenyomotta, és a level up-okra ugrált a szinteken. Na még egyszer utoljára. Na jó, de már tényleg utoljára, mert már ez, de mondom, amit láttunk eddig, hogy túl nagyra a visszalép, ha 10 fekültem, az semmi, az nem probléma. Na még egyszer nyomjuk. Akkor jössz nekem szállni. De szerintem még rengeteget lehet. Tehát a lényeg, hogy egyet már egy 20-as futásunk volt. Tehát a feladat már múlt hetit megcsináltuk valami is. Fogadunk 20 sekundet. És szerintem most még 2-3-at simán hozhatnánk ezzel, hogyha... Hát a level up-okat is láttad most. Most is ment vagy 3 kört a szinten. Egyet. És a, egyet nem csak? Kiütötte, nem szedte fel, és egyet megint kört. Na jó, de ez nagyon magasan van már. Fent van nagyon ott hatalmas köröket tesz. Szóval én mondom, én úgy érzem, a level up is hibás. De fogd meg a logolós ablakot? Igen. Fogd meg. Húzd akkor... teljesen oldalra. Hát te teljesen oldalra. Teljesen oldalra, még oldalra. Húzd még. És? Még. És most engedd el. És most mi a poén? És most kattints el Minecraftra. Igen. Tadá. De nem látszik a streamer ablakot miatt mondtam. Nem baj. De nem látsz, ott vannak kitéve okay, a kamerát. Oké, akkor szedd kis ki. De most valahogy csináljam vissza. Látod, hogy visszabírtam csinálni? Pedig csak kattintottam, ez az érzék. Viszont ez nagyon béna futás lesz, nézd meg. 2-54 és be is buggolt. Mondtam neked, hogy ez be buggolt. Még egyszer utoljára lépsz. Na jó, de ez már csak ilyen próbálgatás. Tudom, de még egyszer utoljára. Futtassuk már egyszer a lassú. Egyszer utoljára. Na jó, de ez már olyan, hogyha most, itt amikor az elő futtattuk, 3x3-20 volt. Most meg már 3x3 buggolás volt. Megtanítolak. Görgő. Na jó. Görgő.
Nyomd az fészt. Nem értem. Fész is tedd le. Ja, másikra kell. Hát de már minek rakom le innen, mikor innen be is gyalogoltok a lábába. Azért. De értem, de a szoftverből kéne csinálni. Na, de a hallgatók nem ilyet csinálnak, mint holyat láttam volna, nem? Nehik, vagy nehik is így? Ennek nem, ne ugrálj már, Lici. De nekik nem láttam, ne Andika, ne szórakozzál. De nekik nem láttam, hogy... hogy lyukakat csináltam a pályában. Ilyet, hogy utoljára azt mondja, jöhet meg ott a kis lassi verzió. Majd ott az utolsó. De hát nem megy most ez. Tehát vagy a programon módosítottunk valamit még itt a végén, amíg telepítgettünk. Hát 19, majdnem megyettem 20. Na jó, de ez a majdnem ez. Ez egy verseny, érted, ez virágszámra, itt a majdnemek nem számítanak. Nem mondok is, így ott a rajta. Ha csak apa direkt be nem tette egy babot, tehát hogy a diákjainak nem legyen. Ne, hát én direkt nem teszek be, csak egyszer-kétszer. Csak egyszer-kétszer. Nem, hát ez én is itt tartok, nem járok előttük. Vagyis a föntről lefelé jövő program sokkal hatékonyabb. Bebaggol. Az előrébb van, de ezt a verziót is fejlesztették a fölfelé mellett. De mit tört? Ott hagyott a virágot? Aha. 9-es szinten van, hát már nem is egyet, kettőt, mert a 9-es szinten van és 5-öt gyűjtött össze. Maximum 3 különbséget szoktunk tolerálni. Egyet ott hagyott, és most bebaggolt már megint. Ez már mindenképpen, ez már nem fog 20 fölé menni. Na akkor, nem bírja a gép, azt mondod, lőjük le? Jött a lassú verzió? Nem végezted? Na, de tényleg behalt, látod? Most nem is reagál semmire, már láttad? Nem segítem, ez a gép sem fog menni. Na, még egyszer te utoljára. Már nincs több machine film. Nem baj, még egyszer, hogy utoljára most nélkül. Na jó, tényleg. És ha egy slow-val nyomnánk? Nem. Na jó, de tényleg utolsó. Hát, hogy nem veszik, reménykedek. Na jó, legyen. Azorát, mert olyan zintosz működjétek. Hát de a működést, azt a programot kell jó átgondolni. Hát na, a lassúnál jól látszik, hogy hol lehetne optimalizálni. Még rengeteget lehet lefaradni ezen a programon. Nem már, hogy nem szedted föl. Már megint ott hagyott, rögtön az elején. Azért. Most még jó, mert 6-os szinten van és 3 virág. Ez ha ez hozza, ez meg lehet a 20. 8-4. Nem, már megint azért egyet megint elhagyott. Bár visszament a 7-esre, ugye látod? Visszament a 7-esre, hogy ezt visszaszedte. Okos azért, mert tudom, azért smart szív, mert figyeli azt, hogy ha túl, nem fog elmászni, hogyha nem, de visszahúzza őt, hogyha nincs meg egy. De most nagyon jók a számok, nézzek, 11. szint, 9. Csak a logolást nézzük. A szerencsét az. Én csak azt nézem. Jó van, de így látom. Ez még egyébként jó lehet, hát nézd meg most a 2.50, majdnem 10, tehát ez... De megint, de most meg látod, most hirtelen eddig mindig jobb irányból ment, most balra fogjuk a pillanatra. Ez is értelmetlen, tehát itt is a forgásokat most nem tudom, hogy kommenteztem ki. De ugye pont azért csináltam így, hogy ne kelljen forgás, na most gondolj bele. A 8 szomszéd helyett ugye most csak a előttem, mögöttem, jobb oldalt, bal oldalt nézem, honnan tudom. 14-11, ez még bele? Ebben még kijön? Igen, hát ez megint bele esett. Oké, na, nem bírunk mutatni egy normális futást, látod. De már volt egy 19-es. Hát azt most most sok baggolás, meg egy 19-es. Figyelj meg, hogy most mutatunk egy izét, egy lassút, és az mindjárt. És aztán egy gyorsak. Nekem ilyen primitív módszerem van a kiugrásban. De gondolj be, még ha nem mutattad nekem, addig mindig lefagyott, újra öncsöltem a klienst. Hát, mondom, ez szó szerint a Red Flower Hell, hogy a vörös világpokol. Na figyelj, akkor a slow-t, amit akartam mutatni. Ugye, hogy is volt a lánhúzásos. Én már nagyon fáradt vagyok. Aztán még egyszer a gyorsat. Na jó, de akkor utána elköszönünk. Oké. Okay. Vagyunk aludni. Jaj, nem, én meg kell csinálni a infovázatot. Igen, megköszönöm. Ez ma leállt, hogy azt megcsináljuk. Na ez amit, ez a slow. Na láttad? Most a virágra fókuszál, ugye a kis keret tökéletes, és most nem is fogja kiütni a talajt. Persze ezt nem bírjuk befolyásolni, ez a valóság. A programot pont erre kell, ugye most a talajt fogja kiütni, most repülni fog. De nézzek, hogy ez nem fog, ennek eleve nem kiadott egy virágot sem. De az előbb ugye már a slow is a harmadik hedevag volt. Itt lát, megint tök értelmetlen, mert megvolt a virág. Ott standing on draft flow, előre lép, hátra lép. Ezek tök fölösleges. Egyszerűen a szoftvert át kell szervezni ott azt a
az a ciklust. És nem tette föl? De most különben... De a harmadikat mindig az, és így veszi föl, igen, ez eddig is ezt már láttuk, hogy úgy csinálják. Itt megint kibányálsz a földet, de hát ez az előre lép, hátra lép, ezt akár most is kijavíthatnánk, mert ezt szerintem látványosan hibás. Akkor tudom. Én azonnal tudom, hogy mi lesz a hiba a dalt lelakásával. De nézd már itt a logot, mert szerintem itt ebből tanulhatnánk, hogy... Apa, mondja. Én már most tudom, hogy mi lesz a hibája. Micsoda? Hogyha beraktuk azt, hogy visszarakja a... Na az előbb itt már meghalt ugye, amikor a sarokhoz közel volt a virág. Na látod, most virágon áll, jó, most kiszedte, kibányázta, oké. Ha visszarakja a dörzsöt, visszarakja a virágot. Na a logot nézzük, azt mondja, hogy közvetlenül előtte megy, előre lép, de túl is lépett, most mögötte volt, egy hátra lépett, most rajta áll, azt mondja, hogy standing a rest for, és most jön az atak. És ataknál is három. De ez is jó volt. Figyeld a logot. Na, szóval ott ugye pont rajta. Közvetlenül ültem, most mögöttem, itt a behind me. Standing on, most a virágon áll, és egyébként ez szép van, ez fájdalommentesen a virágra fókuszál, ez tökéletes volt. Amúgy ez jó, mert ha ebből leveszük a sweepeket, meg lehet a jövő. Ja, hogy ezt a verziót próbáljuk felgyorsítani? Igen. Gondolod? Gondolom. Hát én, ez hát nem tudom, legyen igazad. És tényleg abból jönnek a út. Na, menjünk el 10-ig, azt próbáljuk ki. Mert ez most úgy tűnik, mondom, ennek így kell, a slow az így működött, nem ha lehet. Ha ez 10-ig elmegy, ez 3 másodpercig. A program logikája még, látod, rengeteg hiba van benne, rengeteg redundancia. De 3 másodperc lesz ennek... egy sleeper, ilyet azt leveszed 0,1-re, ez megy mind állat. Na jó, de megváltozik, hát legyen igazán. És még tök jó is, mert még vissza is lép. Legyen igazán. Hát de nem biztos, hogy az gyorsan sem bírja csinálni. Hát de. Az például nagyon a sarkon volt az a virág, látod? Apa. A régi program tudod, mit csinálsz? De mindjárt vége van, hát 120-nál szerintem vége lesz a vulkán. A régi program tudod, mit csinálsz? Látta a virágot, megfogta, túlment, visszafordult, lenézett és kiütötte. Amikor nagyon gyors volt. De most... Nem tudom, talán többet foglalkoztál velem, te egész nap nyomtad az amelyik. Azért tudom, én nem tudom, hogy ezeket fejlődik. Már én csak az első verziót visszavettem a föntről lefelé jövőbe, és azt kitettem az internetre. Én ezzel a kóddal, én ma foglalkoztam vele jobban. Én tudom, hol van a 10. virág. Így van az izé, és itt a saromban. Hát én abszolút nem vagyok itt évben. Mondom, te egész sokat nem tudod akkor nem iszhetek van. Hát a mostani verzióban is a Magic Number-öket te mondtad, valószínűleg azért meg csak. Na megjött a láva, de látod, ez simán addig ment, amíg a láva nem jött. Tehát a slow verzió szerintem az jól működik. Akkor azt mondom, a slow verzióban mondod a számokat, azt... Nem, még majd... egyszer a gyors verziót megcsináljuk, aztán majd a... Na még egyszer akkor a gyorsat? Igen. De azt látod, hogy ez teljesen használhatatlan. De már ha 8-a nem működött, apa, akkor most egyszer működik, érted? Jedi erő. Ez nem Jedi erő kell, de ezt át kell gondolni a programot. Apa, hagyd az erőt dolgozni. Akkor már inkább a varázspálcával próbálkozok meg. Metriozintos, mit kell mondani? Azonát Metriozintos. Na, kér egy varázspálcával, vagy Jedi erővel próbálkozom. Azonát Metriozintos, működj, azonát Metriozintos, működj. Fú, már 2-12. Hát egyébként még lehet jó. 72-nél 6 az jó szerintem. Igen. Magassága 9, vagy most level 9-en van 7, 2-3 távolságot tartja, ez jó szerintem. Látod a varázspálca? Ez még nem vesztette reddit sem. Húzom én is tartani. Egyre nehezebb a fókuszálat. Tartózhass el magad, mert ha megeszed, akkor egyből feludod. Nem áll. Hát, de nem, meg nem is jó, hát ilyenkor már 10-nél szokott lenni, tehát 50 alatt, ha nem érjel a 10-et, akkor ez nem lesz. De akkor már 19-et elég. Hát, behagolt. Látod, bagos. Ott hagyja a videót. De nem fog, de ez csak az időt, de elveszte az időt vele, már harmadszor ott hagyta. Gyorsítsuk fel, akkor ez a lassút. De most már köszönjük el. Hát, azt még nem próbáljuk kisztítani. Hát, jó. Hát az csak annyit ott, hogy most kiveszem azt a pár sleep 3-at, azt... Itt még a lábába elégetjük Steve-et. Oké, na akkor nézzet, hogy nem hülyeséget csinálok, akkor ugye a slow-ba, jóba dolgozok, és akkor egyszerűen csak mechanikusan kikom, az, hogy már olyan fáradt vagyok, hogy én nem is látom, hogy akkor szólja, hogy ezeket vegyem akkor? Na kommentesz ki! Hát mit csináljak vele? Sleep ki, csak vedd le. 0,1-re. De ott ezeket csak úgy beírtam, ott ezeket csak a... Ezeket nyugodtan vegyük ki szerintem. Jó. Vagy na, de te vagy... A te programod lesz ez? A te programod, a te kódod. Mit csináljak vele?
Bekommenteljem vagy? De szerintem ide totál az fölösleges oda. Baj. Miért nem tudsz még leérni? Nem tudom, mert néha ez valami... Jó, pedig ez kártyának. Az nagyon nagy számok. Meg ott, meg mondom, ez a print utáni kiírás, ez most teljesen fölösleges, de te tudod. Oké, nem de van. Tehát ott mi az a 0,3? Olyan nem is lehetett, ott mit akartál írni? 0,3. Hát de hiányzik a 15 pont. Na de ez meg így jó, de szerintem ez mindig jobb, mert ez ugye 300. Na itt a következő. Na, figyelj, tudod mit, én megírjak, Katina, te megírjad. Oké. Okay. Kattintsa. Igen. Ez van nagyon fejlett kádalok verzió Windows alatt. Ott van a következő, a 17-es. Mert azt is akarom módosítani? Igen. Így, ekkora kicsire levenni, az már lassan az órajelnek a frekvenciája. Nem baj. Gyors lesz. Na, tudni, be fog bugolni. Én az alsó számokhoz nem nyúltam volna. Na mindegy, de te nem vagy. Nem baj, akkor. Te vagy a hacker. Veszül, nem veszül. Miért nem? És nem ugyanaz? Hát nem egészen. Nem tudom. Na látsz még valahol? Akkor még itt a ataknál is van, hogy oda is nyomjál valami. Ide akarsz valamit nyomni? Az elzárja, amikor hát ugye ott. Én azt nem venném le. Ez két sem. Pont nem le. Úgy sem, hogy működjön. Oké, így. Kontrollás nyomsz? Na mehet? Igen. Akkor ez az alá, az a slow verzió, ugye? Igen. Na lássuk öreg, hogy mit alkottál. És most pörögni fog, mint állat, fogadunk? Hát nem tudom. Nem áll! Egy világot csinálsz fel. És kibánálsz magát a világból, szóval mondom, azok nagyon kicsik ott. Jó, a 17-est átírjuk. Nem, most egyet te dobtál, most én dobok egyet. No. Na, ez most te... Várj, ki kell szabadulni. Enter meg vissza a vezérlés. Jam? Nem ősember megoldás. Na én már öreg vagyok. Na mit válsz? 49 évesen már így tudok jönni a Márkonyból. Na figyúzzad, akkor amit te alkottál, az visszavonom. És így próbáljuk, na akkor. Úgy, kivettél egy 3 másodperces lépet és azonnal megpróbálod. Kivettem az összeset, látod. Ennyi másodperc volt. Hát Ctrl Z-t nyomtam, végig azt kiszedtem ennyi. Ja. Na, akkor mehet? Na figyeld a prót! Na mit gondolsz, hogy lesz? Eddig kicsit. Eddig, hát a tiédnél már jobb, mert már kettő. Na, de ott hagyta. De, ja, de ez a harmadik körre megtalálja majd még. Nem, ez nem vette fel. De megvan. De itt is vesztett. Két kört lenyomott fölöslegesen. Igaz, még ez csak az alsó szinteken, de akkor is. Tehát egyszerűen jó a lólás, most a logolást értjük, szerintem egyszerűen dibagolni kell. De az egy büntetés az embernek. Hát, Nandikám, ezt a streamet jól nem bezárni egy 20-assal, de... Ha 50-ig nem érjél a 9-et legalább, akkor esélytelen szerintem. Szia, megjegyek, fogadni? Én is elvesztettem a fordást. Hát, túlment rajta! Akkor megint dibagolt. Mikor így? Már késő, hát már... Ez az! Na, hát... ez az! Elkaptak! Na jó, de ez ott már... lesz a sarokban, most itt lesz! De ez akkora határeset lesz, ez megint csak stresszelünk, hogy hát, ha meg lesz... És megint más irányba indult el, látod? Tudom. Egy pillanatra megint megváltoztatta a sodrását a rendszernek, hogy nem így ment, hanem a más irányba. Tehát az óramutató járása ennek ez meg... Tehát ez sincs beprogramozva, ez is egy bug. Te muszáj itt előttem varázsolni ezzel? Igen. Netó volt meg a varázsmányra. Viszont most, mintha nem lenne olyan rossz a helyzet. Nem olyan rossz. 19 talán megy. A 19 már volt, hát a 20 appal. Már beírtam a forrát, meg a Inuda stream láthatod a képen, ott van a 20. Ettől már meg volt jól. És az OBS már akkor is futott, csak nem ment a stream. Igen. Viszont hát még körülbelül egy olyan, most van egy olyan, még több mint egy olyan 80 másodperc van. A streamet viszont állandóan tölti fel. Na, lehet, hát a videót csinálom, hát, nem tudom, annyira az... nem gondoltam bele, hogy milyen kapcsolata van, lehet, hogy még annyira nem is értem a szimulátornak a... Meg kell nézni a boostos CPU forrásokat. Fogalmam nincs, hogy túlfeleli a parancsokat, mi történik, ha elárosztott parancsokkal. Majd átérjük a CPU verzióra, és akkor megnézem az apit is jobban. Ez még jó, hogy
Na jó, de a 19-nél most megint elkezd három, eddig is ezt csinálta, 18-nál a nagyköröken Nem, megy megvan három. a 19. Na, na, ki csinálta ezt a kódot? Ki csinálta? Ki varázsol? De ki csinálta ki a kódot? Varázsol? Aha, a varázs. Jó, oké, legyen meg a 20, és akkor tényleg jöttünk el valami. De ki mondta azt, hogy de még nincs meg, és mindjárt vége lesz. Apa, én mondtam, hogy csinált. Na! Köszönöm. Én mondtam, hogy csináld meg. Igazad van. Hát ez... Ennyi az ajándék. Közös munka. Ennyi az ajándék. Közös, ez egy meglepi. Győzelem! Végre! Ah, meg a 20? 21? Csak 20. Nem baj, megvan. Szerintem köszönjünk el. Csináld meg a infoházit. Oké, hackerek, akkor 5 perc múlva találkozhatunk ugyanitt, mert ugyanitt fogunk streamelni. Infoházit. Támogatjuk a Logomotion, vagy mi ez? Ez még nem Logomotion, ez még pénz. Ja, pénz? Na, oké. Na, akkor sziasztok, hackerek, akkor a Red Flower Hell elköszön. Naponta jelentkezünk most már Red Flower Hell streammel? Már nem a 20. Naponta, és mindig azt arról fogunk beszámolni, hogy 20-21 és föl a csúcsig. Mi leszünk a világbajnokok. Oké, és oké. Na, sziasztok, hackerek, köszönjük a figyelmet, akkor 5 perc múlva itt a Paint-tel. Most ez komoly? Paint. Nagyon durva lesz. Sziasztok, folyasztok. Sziasztok.